Az utóbbi években alig ha találkoztunk olyan autóval, amiről egyértelműen kimondható, hogy rossz. Nos, itt van a Smart, amelyik a világ egyik legszellemesebb kisautójának indult, azóta pedig mindent elkövettek annak érdekében, hogy lehetőleg ezt az elképzelést teljesen tönkre tegyék. Az alapvetése az autónak az lenne, hogy egy praktikus, kényelmes, jópofa városi kisautó legyen, és ezekből a feltételekből jóformán semmit sem valósít meg. Az alapvetés pedig nem rossz, egy fém tridion karosszériára épülnek ezek a műanyag komponensek, amik a fényezést adják, ezek könnyen gyorsan cserélhetők, megjegyzem teljesen feleslegesen, sokkal jobb lett volna, hogyha ezt a kialakítást a célszerűség irányában mozdítják el. Egy dupla szendvics szerkezetű padlólemeze van, ami balesetbiztonság szempontjából jó lenne, de a beszállási kényelmét hihetetlenül lerontja, ezt majd a későbbiekben látni fogjuk. Ehhez képest magas az ülése, a kormánya viszonylag alacsonyan van, és ha az ember beül, akkor a térre elakad beszálláskor. Alapvetően mi is kellene egy városi kis autóhoz? Nagyon kényelmes beszállás, viszonylag jó rugózási komfort, fürgesség, könnyen forduló kormány, nagyon jó fék, nagyon más követelményei az embernek nem lehetnek, esetleg egy légkondicionáló és alapvető felszerelési cikkek. Amit talán kifelejtettem, az még a nagyon jó gyorsulás, rugalmasság, mint a robogók, ha nem is nagy végsebességre, de jól gyorsuljon. Itt látszik egyébként ez a bizonyos beszállási kényelem, látszott, hogy milyen magasra kell fellépni, itt látszik, hogy a láb elakad a kormányban beszálláskor, igazából nincs mit tenni, az ülés is fix, a kormány is fix. Itt az is látszik, hogy kifejezetten rossz helyen helyezték el a kilincset, az ablakmozgatás, az embernek borzalmasan kényelmetlenül kifacsart kézzel kell oda nyúlnia. A berendezést egyébként nagyon elkomolították, különösen az első Smarthoz képest nincsen igazi szellemesség, a kis autónál sokkal egyszerűbb, jobbpofa megoldásokat kéne alkalmazni, és ha ránézünk a műszerfalra, hol van már az első Smartnak a szellemessége, egy teljesen konvencionális, hagyományos műszerfalat látunk. De még talán ez sem lenne olyan nagyon nagy baj. A nagy baj az, hogy egy 3,5 fordulatos szervó nélküli kormány van benne, ami nagyon nagy áttétel, nagyon nehezen, csak kinnal, keservel, szenvedéllyel lehet tekerni a kormányt, egy ilyen kisvárosi autótól ez megengedhetetlen, és borzasztó nagy ívekben lehet vele fordulni, ami méltatlan a mérethez képest. Mivel az autót a Mercedes gyártja, nem múlt el az a hatalmas félelme, amit a jávorszarvas teszt során az A-osztály bukfencével szenvedett el, és ezért a rugózását olyan merevre vette, hogy borzasztó kellemetlen vele járni, gyakorlatilag szenvedés benne utazni. Igaz, ennek előnyös tulajdonságai is vannak, nagyon jók a kanyarodási képességei, rendkívül stabil, és ezt egy kitörésgátlóval, az úgynevezett thrusttal is megerősítették. Hátsó kerék hajtása van, és ez a kitörési hajlamot egyébként is erősíteni. Ez a hátsó felfüggesztése egyébként egy halál primitív merev tengely, az első tengelyeknél pedig McPherson felfüggesztés van. Amit itt látunk, az szintén nem lehet dicsérni, ez az előválasztó karja egy automata váltónak, ami manuálisan is kapcsolható. Automata állásban rendkívül lustán, lomhán, szinte baleset veszélyesen kapcsol. Előfordult nálunk olyan is, hogy üresbe dobta saját magát, ez egy villamossinem vagy egy vasúti kereszteződésben különösen kellemes lehet, de egyébként is nagyon lustán vált az automatája, akadozik, nagyon rosszul gyorsul vele, és a kézi váltás hiába lehet erről a karról is kapcsolni, illetve a kormányon elhelyezett nyelvecskékről, akkor is lassan kapcsol és érzéketlenül. Ez az 5 fokozatú robotizált váltó a hátsó tengely fölött van az 1000-es motorral együtt, ez egy 3-hengeres, 2 vezérmű tengelyes, változó szívószelep vezérlésű, 71 lóerős, 52 kW-os motor, önmagában egy nagyon szellemes, könnyű fém, jól elkészített dolog, 92 Nm a nyomaték, ez 2008-an adja le, de az egész egység ezzel a váltóval valami borzasztóan működik. A karosszéria kialakítása egyébként szellemes, hiszen 2695 mm-en fér el, a szélessége se rossz, 1559 mm, a csomagtere egy kicsit kicsi, de ez egy külön tragédia, hogy nyílik, itt mutatom éppen, az üveg és a hátfal külön nyílik, egy borzasztó kis rész nyílik ahhoz, hogy egy táskát betegyük, ezt majd látni fogjuk. Vízszintesen előrehajtható ez az alsó rész, teljesen fölösleges, itt nincs hízszerelés, semmi nincs, semmi értelme nincs egy ilyen platót szerelni rá.
A dinamikus tulajdonságairól annyit, hogy 13,7 másodperc alatt gyorsul 100-ra, nem túl jó érték különösen egy városi autóhoz, 145 km per óra a végsebessége, rendkívül magas, semmi értelme nincsen, nem erre használják, jobb lenne a nulláról 60-ra, sokkal jobban gyorsulna. A fogyasztása a városban 4,6 liter, 4 liter az országúton, és 4,3 a vegyes fogyasztása. Van benne egyébként egy mikrohibrid rendszerre keresztelt start-stop rendszer, ami szintén nem valami szépen működik, és ami a legesleg megdöbbentőbb, hogy ennek ellenére ez a csöpség 7,6 liter benzint vagy a 100 km-re, ami nagyon sok, és a 98 g per kilométeres szennyezőanyag kibocsátástól sincs senki elájulva, hiszen a Toyota Prius ennél lényegesen jobb értéket tud, és 15-ször akkora autó. Ha valakinek mindez kevés, akkor 4.653.280 forintért juthat hozzá.